Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Ragoncs Erita vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. A holokauszt áldozataira emlékeztek Tolna vármegyében. Jubileum, 25 éves a Szekszárdi Rotary Klub. Petőfi 200 Szekszárdon, Jantyik Zsolt zenés előadása a Babits Mihály Kulturális Központban. A náci eszmék miatt meggyilkolt zsidó áldozatokra emlékeztek Tolna vármegye több településén is. Csak az országnak ezen a részén több ezren haltak emiatt kínok közötti halált. Kilenc évvel ezelőtt több száz szekszárdi és környékbeli nőt, gyereket és férfit hurcoltak el koncentrációs táborba, csak azért, mert zsidónak születtek. Rájuk emlékeztek a Tolnai Vármegye székhely egykori zsinagógájában, a mai művészetek házában. A helyi Tücsök zenés színpad fiataljai zenés műsorral emlékeztek meg a holokauszt szörnyűségeiről. A település sokáig ellenállt az akkor már Európa szerte és hazánkban is százezrek halálát követelő fasiszta eszméknek. Akkor kegyetlen politikai nyomása alól 1944. júliusára végül már nem sikerült megmenekülnie az itt élő zsidó lakosság legnagyobb részének. Mindig nehéz indulatok nélkül beszélni ilyen tragédiáról, már pedig egy megemlékezés szelítséget, csendességet kíván. Tudjuk, hogy az áltatlanok életét nem vagyunk képesek visszaadni, és valószínűleg a fájdalmat sem tudjuk igazán enyhíteni. A megrendelés őszintesége azonban mégis jobbá tehet bennünket, reménnyel töltheti el mindannyiunk szívét, de eltölti azzal az emberséges határozottsággal is, hogy ami volt, azt soha se feledjük. Szekszárdon az antiszemitizmus és a nácizmus jó ideig nem tudott tért hódítani, mivel az akkori polgármester, Vitéz Vendel István nem engedett gettót létesíteni, de ez sajnos nem gátolta meg a szörnyűségeket, a sohát, a deportálást, mert csillagos házakat hoztak létre, ahonnan elvitték a zsidókat környező nagyobb településekre, ahonnan elindultak a vonatok, így például Bajára, például Mohácsra, Bonyhádra és még több helyre, Tamásiba és még több helyre. Ez 1944. júliusának első felébe történt, ezért mindig július elején tartjuk a holokauszt, vagy ahogy a zsidók mondják, soha a megemlékezést. 79 éve félmilliónál is több nőt, gyermeket és férfit küldtek haláltáborokba, vagy pusztítottak el másként a náci eszméket vallók, csak azért, mert az áldozatok legnagyobb része zsidó származású volt. Közülük 600-an Szekszárdról indultak a biztos halálba, erről beszélte a Tolnai Vármegyeszékhely alpolgármestere. Olyan megemlékezésre gyűlünk össze itt évről évre, amely nem a rokott büszkeségre vagy örömre, rettegésre, szenvedésre emlékeztet, és a megmagyarázhatatlanra. A II. Világháború legborzalmasabb történése a holokauszt. Az európai zsidó áldozatok számát különböző becslések 5-6 millióra teszik. Ez a tömeges népírtás
hazánkban is százezrek életébe került, megközelítőleg minden tizedik áldozat magyar volt. Köztük nagyjából 600-an szekszárdiak és környékbeliek. A veszteség nem csak a zsidóságé, hanem az egész világé és benne egész Európáé. Ahogy a magyar zsidóságot ért veszteség, a magyar nemzet egészének vesztesége is. A veszteség nem csak a meggyilkoltak fájó hiánya, nem csak a megalázott túlélőket élethosszíglan elkísérő emlékek nyomasztó borzalma volt, nem csak a még időben elmenekültek más kontinensen elért világra szóló teljesítményeinek nélkülözése. Veszteség az is, amellyel a legősibb kontinens és Magyarország esetében egy 1000 éves állam történelme kevesebb lett azáltal, hogy mindez megtörténhetett, és szekszárd is kevesebb ma. Tisztelt emlékezők! Veszélyes az idő múlása. Szüleink és nagyszüleink nem az idén sorolt rettentő számokat látták a holokauszt borzalmában. Az ő emlékeikben még arcok voltak, ismerősök, akikkel egy utcába laktak, egy iskolapadban ültek, egy munkahelyen dolgoztak. Ők barátaikat vagy ismerős földjeiket veszítették, megélve a gyász fájdalmát, folytatta Gyurkovics János. 79 év elteltével a túlélők száma maroknyi, és ugyan itt maradtak nekünk Radnóti sorai, Nobel-díjas Kertész Imre írásai, sőt már Oscar-díjas magyar filmalkotás is született a témában, de vajon elég figyelmeztetése ez nekünk? Elége az elmúlt 79 évben a világon felhalmozódott mindazon tudás és művészeti kincs, ami megpróbálta feldolgozni a holokauszt történéseit. Elége ahhoz egy közösségi médiától függő, globalizált társadalomban, hogy újabb, hasonló borzalom ne történhessen. Egy olyan világban, ahol a gyűlöletbeszéd és az álhírek az internet segítségével vírusnál is gyorsabban terjedhetnek. Ne legyünk benne biztosak. Akkor viszont jogosan adódik a kérdés, mégis hogyan lehet megakadályozni, hogy ne következzen be ismét tragédia. A választ részben megadjuk az emlékezéssel. Az antiszemitizmus sokan olyan vírushoz hasonlítják, amely képes betokozódni, majd mutálódva, újra és újra fertőzni, amikor a figyelmünk ellankad. Ezért fontos az emlékezet őrlángját táplálni, és azért, hogy emlékezzünk rá, hogy is szerezte az emberiség ezt a szörnyű sebet. Az emlékezetnek be kell épülnie a kultúrába, az oktatásba és a nevelésbe. A szekszárdi program a Művészetek Háza előtti emlékmű megkoszorúzásával és a zsidó hagyomány szerint a halhatatlanságot is jelképező kavicsok elhelyezésével ért véget. A mindörökre ismeretlen végül is így lesz otthonos. Mint hervadás az őszi lombot, a pusztulás bebalzsamoz. Kihűlt ez a világ, senki földje. S mint tetejébe hajított, ócska vasak, holtan merednek reményeink. A csillagok. Tamásiban a deportálás 1944. július 4-én az Ötvös és Arany János utcák, valamint a Kossuth tér által határolt gettóból kezdődött. 184 zsidó polgárt Auschwitzba, és sajnos csak 32-en tértek vissza. Válogatás nélkül sajnos elvittek tanárokat, munkás embereket, édesanyákat, édesapákat. Sajnos a náci gépezet az nem kímélt senkit. A településen az egykori zsinagóga falán márványtábla emlékeztet mindenkit a borzalmakra. 2004 óta márványtábla emlékeztet a történelmi szörnyűségekre. Ez volt a zsinagógának a fala, és ide került ez az emléktábla.
A náci vérengzés következtében elhunyt zsidó áldozatok számát a történészek 5-6 millió közöttire teszik, közülük minden tizedik magyar állampolgár volt. Módos Ernőt választották meg a szekszárdi Rotary Klub új elnökének, a vezető az Egyesület negyed évszázados évfordulóján vette át új posztját. Elmondása szerint sok tervvel készül az elkövetkezendő időszakra. Szekszárdi Rotary Klub jótékonysági szervezet június 30-án pénteken ünnepelte 25. születésnapját. Az esemény a helyi vármegye háza hátsó udvarán kezdődött, ahol trombitajátékkal és koszorúval emlékeztek meg az egyesület tagjai. Többen megjelentek az eseményen, köztük Serdán János, a klub elnöke is, aki mesélt a szervezetről és annak tevékenységeiről. Ezt tudni kell, hogy a Rotary egy nemzetközi szervezet. A világ szinte minden országában részt venn, rengeteg tagra, míg az ENSZ-be is képviselteti magát, és Szekszárdon 25 évvel ezelőtt alakult a Rotary Klub, épp most jön a alapító elnökünk, Kovács Józsi volt, ő is eljött hozzánk meglátogatni minket, pedig azóta már Afrikában élt, meg mindenhol, most már nyugdíjasként hazaköltözött, azt hiszem most Pesten van. 25 évvel alakult itt a megyeházom alatti borozóba, annak idején asztaltársaságként. Van egy pár alapító tag is köztünk, hál' Istennek. És hogy mivel foglalkozunk? Hát ez egy humanitárius jótékonysági szervezet, aminek nagyon lényeges a barátság, barátságra is épül, cselekvő humanizmus, ugye, ami benne van a nevébe is. Sok mindent próbálunk tenni, segíteni azokon, akik erre igényt tartanak és szükség van. A klub vezetője több mindenről beszámolt, például arról is, milyen projekteken dolgoztak, hogy segítsék a város lakóit. Van fönn, amit csináltunk, ilyen plakátokat, azon fönn vannak azok a projektek, azok a programok, amiket csináltunk Szekszárdon. Itt megemlítek egy-kettőt, például a postai följáró a Rotary segítségével készült, hogy föl lehet menni kocsival is, vagy rokkant kocsikkal, de ugyanúgy a csurgókkal, ugyanúgy fönn a kereszt, akkor itt a tapintható, láthatatlan. Akkor természetesen vannak olyan projektek is, mint a kórházi támogatás, ahol több mint 100 millió forint értékű műszereket hoztunk, természetesen nem csak a Szekszárdi Klub, hanem nemzetközi segítséggel a gyerekosztálynak annak idején, és például tavaly is hoztunk több kórházi ágyat, szekrényt, de kapott ebből a Bátaszéki otthon, de járunk ki a Palánki gyerekotthonhoz, minden héten viszünk gyümölcsöt például a gyerekeknek, mert hát ugye a norma, amit egy étrendre fordíthatnak, az elég szükös, és ezért próbálunk egy kicsit segíteni, és minden héten valamelyik tagunk egy kis kosár gyümölcse, attól függ, hogy hányan vannak éppen ott, viszünk nekik, hogy egy kicsit kiegészítsük ezt. De karácsonyra és húsvétre is vittünk ajándékot, de csináltattunk nekik hintát is, meg kis széket, akkor csináltattunk szervizpontot, kerékpár szervizpontot, az volt is ugye a hír a tévében is, Szálkai vezetőt a Mauszkápolnánál, a város két végén, a Siócsárdánál, illetve Elsió hídnál, illetve a Bátaszéki úton a körforgalomnál. Tehát sok ilyesmit készítünk. Serdán János azt is elmondta, hogy működik az elnökválasztás a szervezeten belül. 25-en vagyunk jelenleg. A Rotariát a nevébe is benne van, a rotációból indult ez a kifejezés, tehát évente váltják magukat az elnökök, mindenki lehet elnök, és általában a Rotary év az június 30-tól, vagy július 1-től, július 1-ig tart, tehát ilyen fél éves törés van benne. Most például a Módos Ernő lesz a következő elnök, aki már volt egyszer 23 évvel ezelőtt. Tehát egy alapító tagunk lesz most a következő elnök, és évente általában váltjuk. Most volt, aki bevállalt két évet, mert éppen úgy jött össze, főleg itt a Covid alatt ugye kicsit nehézkes volt az egész, de
de azért működött akkor is, sőt például a nemzetközi kapcsolatok érdekes módon a Covid alatt alakultak ki jobban, mert az interneten online üléseket tartottunk. Azonban az ünnepséggel együtt nem csak egy újabb év zárult le, a következő évre új elnök tölti be pozícióját, aki nem más, mint Módos Ernő, a Szekszárdi Rotary Klub egyik alapító tagja. Második elnöki ciklusomat kezdem meg, 25 év után ismételten az a megtiszteltetés ér, hogy a Szekszárdi Rotary Klub soros elnöke lehetek. Hál' Istennek olyan nagyon sok változtatnivaló nincs, klub működik szépen, nagyon sok programunk van. Lényegében az elképzelésem az, hogy ezeket a programokat megkívánnánk őrizni, még jobbá tenni. Ha lehet, akkor egy kicsit fejleszteni a kapcsolatunkat a várossal, azokat a városi rendezvényeket, azokat talán egy kicsit aktívabban támogathatna a Rotary, és viszont is nyilván. És hát általában a városban egy kicsit talán a Rotary Klubnak a presztízsét szeretnénk növelni, remélhetőleg meg lesz ez az erőnk is, a lehetőségünk is, és akkor továbbra is szépen fejlődni fog a Szekszárdi Rotary Klub. Az új elnök azt is elmondta, mennyire fontos számukra az új tagok bevonzása a közösségbe. Fontos szempont a tag létszám növekedése, ugye működik egy Rotarakt, hát klub kezdeményünk inkább, még annyira nem klubként, remélhetőleg, hogy a bevonzott ifjúságból tudunk majd építkezni, és akkor fejlődni tud a klubunk is. Bár őszinte legyek, a mindenáron való mennyiségi növekedés az nem célja a Rotarynak, tehát mindenképpen olyan tagokat szeretnénk, akik egyébként is aktívan támogatják a Rotaryt, és tagként is, hogy így mondjam, nem elégednek meg a tagsággal, hanem aktív emberként a Rotary Klub hírnevét, programrait támogatják. Az esemény a Vármegyeháza dísztermében folytatódott, ahol a tagok egy vacsora keretében hallhatták Dobos Gyula előadását a klub történelméről és megalakulásáról, egészen az Egyesült Államoktól hazánkig. Az Artisius és Emerton díjas zenész, szövegíró és énekes Jantyik Zsolt a Petőfi 200 program során látogatott el Szekszárdra. A kulturális központban tartott az Én Petőfim című interaktív zenés előadása során. Az érdeklődők hallhattak a költő életéről, történelméről és hazaszeretetéről egyaránt. Szép hazák, vendegúznak vére, s merre zúgnak habjai, Tiszának, Dunának. Jantyik Zsolt a számos díjat nyert szövegíró, aki írt már szövegeket többek közt a Bikininek, a Neoton Familiának, Csepregi Évának is. Az előadás alkalmából mesélt nekünk életéről, kapcsolódásáról a költészethez, azon belül a Petőfi 200 programhoz. 36 éve vagyok a színpadon, ez ma olyan, mintha a katedrám lenne. Magyar szakon és népművelő szakon végeztem még a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen Debrecenben. Akkor ezt úgy hívták, ezt a népfőelő szakot, hogy ruhatár, pénztár, büfészak. De hát mellette zenéltem már akkor is. 3 évig a basszusgitárosom, úgy hívták, hogy Lukács László, aztán megalapította a Tankcsapdát. Egyébként pedig egy olyan angol basszusgitárosom van, aki 86-ban alapította meg velem együtt a zenekart, Kevin Johnsonnak hívják, és magyar a felesége, itt is él azóta is. És ő meg jelentkezett, mielőtt átjött volna a Vasfüggönyön tóra egy zenekarba. Ezt meg úgy hívják, hogy Fjúr, de nem tetszett neki, hogy mindig ki kell magukat festeni, meg lúzsozni, és gyakorlatilag kiszállt a Fjúrból, és belépett a PG csoportzájú zenekarba, ami tulajdonképpen ma már egy művészeti műhely. Én magam Emelton elkusztási díjas szövegíró vagyok, zenész, zeneszerző, és hát mostanában már verseket is írok. Színes háta, égény madarak színes árnya, mezőiteknek csöndessége, elalkú farva elevensége, mindenütt van, ami nincs sehol. Én most úgy vagyok itt a Petőfi 200-as programban, hogy ez, mikor 170 éves volt a János Vitéz, akkor írtam egy parafrázist, illetve inkább egy parabolát Ezüstbojtár címen, Felezős 12-esbe,
János Vitéz és Iruskának a történetét végigvittem fejezetenként ugyanúgy, és tulajdonképpen arról szól, hogy a főhőse, ki nem mondott személy, a Magyar Köztársaság, hogy aki 1989-ben születik a gazdagi kukoricásában, és az a neve, hogy Kukorica Jancsi, akkor most 30 évesen vajon el tudna jutni Tündérországba, és ha igen, hogyan. Tehát az én János Vitézem, az Ezüstbojtár, az tulajdonképpen egy modern János Vitéz, ahol facebookoznak, ahol repülők vannak, tankokkal harcolnak a tatársereg ellen, de mégis az élet értelmét keresi mindenki. Nagyon izgalmas alkotás, amiből egy zenés színdarab is született, 44-szer mutattuk be eddig, és az egyik ős bemutatója a Nemzeti Színházban volt, és remélem, hogy ebben is be tudjuk néhány helyen mutatni. Az előadótól, aki nem mellesleg a Nemzeti Művelődési Intézet alapító tagja, megtudtuk, hogy Petőfi Sándor kapcsán mi a következő 20 év legfontosabb kérdése. Az pedig az, hogy meg tudjuk-e tartani nem csak mi, hanem az összes európai nép az identitását. Ugye én Jantyik Zsolt vagyok, és engem érdekel, hogy Petrovics Sándorból hogy lett Petőfi. És kedvenc Széchenyi idézetem, gróf Széchenyi Istvánról beszélek, az, hogy senki sem születik magyarnak, azt ki kell érdemelni. Tehát mint minőségre tekint a magyarságra, és én szeretnék ennek a kritériumnak megfelelni, és hát imádom Petőfi Sándort, a költészetet is, és hát vagyunk még páran az országban, akik szeretjük ezt, és fontosnak tartjuk. Zsolt célja minél több helyre eljuttatni ezt a fajta gondolkodásmódot, a költészeten keresztül megmutatni, milyen is az igazi hazaszeretet, milyen magyarnak lenni, hogyan őrizzük meg az identitásunk, aminek szerves része a történelemmel egybefort költészetünk is. A költőink is ezek közé az értékek közé tartoznak. Úgy kell elképzelni ezt a rengeteg értéket, hogy ezzel mi leszünk gazdagabbak. Tehát egy olyan, a hölgyetnek mondom, hogy olyan, mint egy szép mennyasszonyi ruha, minél több ilyen érték van rajta, annál gyönyörűbb és annál jobb benne lenni, és a önbecsülésünket is növeli ezt, hogy félre kell tenni a hazugságokat, és meg kell nézni, hogy kik azok, akikből mi vagyunk. És itt ezek a tornamegyei értékek is, vagy Szekszárdon vagyok, Szekszárdban születtem, színésznőt szerettem, az egyik legkedvencebb középiskolás éveinek a hőse volt Babics Mihály, és most itt vagyok Babicsnak a városában. De hát itt forgott Vörösparti, itt forgott egy csomó Perccel család, meg a többiek. De azt gondolom, nagyon gazdag Tolna is, hogyha nem tanítjuk meg a gyermekeinknek, és nem adjuk tovább, akkor ők szegények lesznek. Pedig ezt a mennyasszonyi rát, hölgyeim, nem csak egyszer, hanem többször is fel lehet venni. Minden nap is. És szerintem a nőkön nagyon nagy teher nyugszik, az, hogy át tudják adni a gyermekeiknek. Egyrészt Babics Mihály, Vörösparti Mihály és Petőfi Sándor verseit, a nyelvünket, másrészt pedig azt, hogy szeressék a hazájukat. Szerinte lehet, hogy Tolna megye méretét tekintve egy kicsi megye, de rengeteg költészeti kincs között élhetünk mi, akik itt lakunk, csak fel kell fedezni azokat. Ennyi fért a mai műsorunkba, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!